Szalai Ferenc vagyok, Budapesttől 80 kilométerre található Mátrai Bivajrezervátumnak a birtokosa. A Mátrai Bivajrezervátum Mátra a legnyugatibb része és a legnagyobb fennsíkja, a maga 150 hektárjával. Tehát mi itt Nógrád megye és Heves megye határán vagyunk. 2016-ban alapítottuk a rezervátumot. A magyar házi bivaj és a magyar parlagi szamár fajta fenntartása kapcsán. Itt nem csak bivajok, szamarak és lovak vannak, hanem a biodiverzitás, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát itt ugyanúgy a vadak, a madarak, minden élőlény megtalálja, illetve a növényfauna is megtalálja ebbe a rendszerbe tökéletesen a helyét. Az állataink a legelőképességükkel gondozzák ezt a fennsíkot. Az elmúlt időszakban, mióta itt vagyunk, ez igencsak látszik. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy támogatás függetlenül ezeknek az állatoknak a stabilitása, tehát közgazdasági stabilitása is meglegyen folyamatosan. Ezáltal lesz kedve a magyar gazdáknak ezekkel az állatokkal hosszabb távon is foglalkozni. Nagyon kedvelnek minket a turisztikai oldalról a kedves látogatóink, és ugye a gasztronómiát erősítve mi pedig próbáljuk még az éttermi oldalról is megismertetni ezen alapanyagokat, tiszta alapanyagokat. Így már 2019-ben több Michelin csillagos éttermet tudtunk ellátni. Így már 2020-tól külföldre, Angliába is exportáljuk termékeinket. A területünk gyakorlatilag nem csak Natura 2000-es terület, hanem biológiailag ellenőrzött ökológiai minősítésű területről beszélünk. Ivóvízünk rendkívül tiszta, tehát Szurdokpüspöki, ahol vagyunk, Közép-Európában egyedülálló, annak tekintetében, hogy 20 darab forrásunk van, ebből 13 képített. Tavaly elnyertük a Nógrádikum címet, tehát a helyi értéktárnak részei vagyunk, és erre nagyon büszkék is. Ezen kívül a Bivajrezervátum állataiból készült gasztronómiai termékeink is nyertek címet, tehát érték és minőség nagy díjas termékeink vannak. Ami legnagyobb elismerés számunkra, azt, hogy a fiatalabb közönségünk, tehát a gyermekek nagyon szeretik a termékeket. Ez nekünk azért nagyon fontos és elismerés, mert ők még tudják és érzik, hogy mi a jó. A húsoknak nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk arról az oldalról, hogy minél naturálisabban tárjuk fel ezeket az alapanyagokat, mert amit teszünk, azzá válunk, így az állat is ugyanígy. Tehát ezen a mátrai gyógynövényes fennsíkon található gyógynövény fauna olyan szinten fajta gazdag, hogy az állat lassú növekedéssel ezeket gyönyörű szépen beépíti a szervezetébe, akkumulálja, és ezek az ízanyagok csodálatosan megtudnak ezekben az alapanyagokban, tehát a húsokban, a belszervekben vagy a csontakban jelenni. Azt lehet mondani, a legmagasabb minőségű állati alapanyagot tudja jelenteni itt a Kárpát-medencébe. E kapcsán is nagyon fontosnak találom azt, hogy nem csak amit eszünk, hanem amit iszunk. Tehát a legnagyobb kincsünk a víz. Ezek a források nagyon, nagyon jó vízminőséggel rendelkeznek. Gyakorlatilag az állataink is ilyen jó vízminőségű vizet fogyasztanak, és ez tökéletesen kiegészíti a belegelt takarmányt. Ezáltal tökéletesen tud hasznosulni tisztaságában az, amit itt gyakorlatilag tavasztól késő őszig legelnek az állatok. Nekünk azért fontos az agrikultúrával való együttműködés, hogy a város és vidék összevonása gyakorlatilag értelmet nyerjen egy olyan projekten belül, ami a gyakorlatban is kivitelezhető.